Szeretettel köszöntöm Önöket. Folytatjuk az európai identitásról szóló sorozatunkat. Minden civilizáció a világ középpontjának tekinti magát, és történelmét az emberi történelem központi drámájaként írja le. A francia forradalom 1789 és 1799 között az európai identitásra az addigi legnagyobb csapást mérte. A hármas jelszó a Fraternité, Égalité, Liberté, három egymást kizáró fogalom. Ugyanezek a fogalmak szerepelnek a keresztény gondolatiságban is, de nagyon sok vonatkozásban eltérő értelemben. A francia megközelítés három tétele, a szabadság, a testvériség és az egyenlőség ebben a kontextusban nem létezik. A három fogalomból kettő mindig kizárja a harmadikat. Minden esetre véget ért az Ancien Régime, megdőlt a királyság, megkérdőjelezték az európai és a keresztény értékeket, Isten létét és a szerepét, megváltoztatták az államformát, megváltoztatták a hatalmi viszonyokat, megváltoztatták az emberek egymáshoz való viszonyrendszerét, gazdasági értelemben is, politikai értelemben is, és társadalmi értelemben is. Az afiságnak, azaz az emberbarátságnak, annak az új vallásnak a propagálásában, amely meg fogja hódítani a világot, a Jakobinusok klubja a jelek szerint ugyanarra a vezető szerepre hivatott, mint a római egyház a kereszténység terjesztésében. Camille Desmoulins. Megváltoztatták a tulajdonviszonyokat, és feltalálták a nacionalizmust. Európa történetében addig Magyarországon is országlakók voltak, majd megjelent a haza fogalma. Ezt a szót, hogy pátria, Vitéz János használja először, majd utána honosodik meg a magyar közbeszédben, és honosodik meg a jogrendben is. A pátriától lényegesen különbözik a náció, a haza, nem ugyanaz, mint a náció. A náció homogén, a hazába minden belefér. A francia nacionalizmus, ami szélsőséges formába, a sovinizmusba nyilvánult meg, megmérgezte az európai társadalmak és az európai országok politikai életét, háborúkhoz vezetett, elégedetlenséghez vezetett, és a népek együttműködése helyett a népek szembenállását eredményezte. Magyarok! Eljött azon szempillantás, amelyben visszanyerhetitek régi függetlenségeteket. Fogadjátok el a békességet, amelyet ajánlok. Maradjon fenn egész épségében országotok és szabadságotok. Válasszatok királyt magatoknak, olyan királyt, aki érettetek országoljon a ti hazátoknak kebelében. Napóleon kiáltványa a magyarokhoz. Európa nem tudta kifejteni azokat a lehetőségeket, amik Európában rejlettek, nem gazdasági értelemben elsősorban, hanem a szellemi egysége, az életszemlélet és az életmód értelmében. Erre vezethetők vissza a szélsőséges politikai mozgalmak, amelyeket izmusoknak is lehet nevezni, malthuszianizmus, bolsevizmus, fasizmus, nacionalizmus és a többi. Az ideológia gyenge ragasztó ahhoz, hogy összetartsa azokat az embereket, akikből egyébként hiányoznak a közös, faji, etnikai és kulturális források. Samuel P. Huntington. Folytassuk az előadást Magyarországgal. Nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni, kivált, ha meggondoljuk, hogy Hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örvendett, és ma így nagy területen embert is alig látni.
A Magyarországon lakó kevés nép elég jól él. Pénzük ugyan nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az eleséget. 130 év sikeres török ellenes háborúi után, Mohácsot követően, főleg a kettős királyválasztás miatt, illetve egyéb szerencsétlen körülmények között az ország három részre szakadt, kettős királyválasztás zajlott le, és a tét az volt, hogy az erdélyi fejedelemség vagy a Habsburg birodalomhoz csatolt királyi Magyarország képes-e a Szent Korona jogait visszaállítani, tehát a szuverenitást, az integritást és a sok száz éves alkotmány egyéb kitételeit, magát az alkotmányt, illetve azon belül a jogokat. Az országbárók közt egy sincsen, akinek elég hatalma lenne itt rendet teremteni. S jobb is, hogy nincsen, mert ez akkor egészen bizonyosan megpróbálkoznék vele, hogy királlyá tegye magát. Antonio Giovanni da Bojo. A török ellenes harcokban jelentős veszteséget szenvedett el a nemzet, de az igazi és a legnagyobb vérveszteség a török kiszorításakor, illetve azt követően alakult ki. Alapvető megközelítésbeli különbség volt az, hogy a magyarok úgy tekintettek a török kiszorítására, mint egy természetes folyamatra, amikor a keresztény államok, a Szentliga államai keresztényi segítséget nyújtanak egy keresztény nemzetnek. A Habsburgok viszont, akik német-római császárok és magyar királyok voltak együtt, a koronázási esküjüket megszegve, meghódított tartományként gondoltak az országra. Az osztrák ház mindig úgy harcolt vagy kötött békét a legerősebb ellenséggel, hogy országunkat megrövidítette. Mit használt mindeddig Magyarországnak az osztrák ház védelme? A magyarok tudta nélkül, vagy akár ellenszegülésük mellett is átengedték a törököknek az ország egyik vagy másik részét. Tököli Imre kiáltványa. A demográfiai visszaesés ezer év alatt a legnagyobb krízis szenvedte, leszámítva a 45 utáni abortusz időszakát. A gazdaság teljesen szétesett, rákényszerítették a nemességet a szabad királyválasztás feladására, és a rendi jogok csorbítására törekedtek. Ez magyarázta már tulajdonképpen a Veselényi féle összeesküvést, de mindenféleképpen lényeges oka volt a Tököli féle mozgalomnak, amikor is érezhető volt a török birodalom összeomlása, de még nem volt nyilvánvaló. A Rákóczi szabadsághoz teljesen egyértelműen az ősi alkotmány visszaállítását tűzte ki célul. Volt egy maximális program, volt egy minimális program, és volt egy eredménytelenséget demonstráló törekvés. Gyalázatos módon eltörölték ama nagy jeruzsálemi Endre király nagyfontosságú törvényét, amely a nemzet dicsőségére magában foglalta az összes rendek sarkalatos szabadságjogait a mai napig kiható érvénnyel, s örökre megadta azt a jogot, hogy törvénysértés esetében szembeszegülhessenek a királyokkal. Második Rákóczi Ferenc kiáltványa. Végül is azt lehet mondani, hogy a Rákóczi szabadságharc nem tudta a maximális programot megvalósítani, nem tudta a szabad királyválasztás jogát visszaszerezni. A rendi sérelmeknek a nagy részét a vallási türelmet legalábbis deklaráció formájában igen. Rákóczi maga is elfogadhatta volna és el is fogadta volna a szatmári békét, amit két magyar kötött meg, Pálffy és Károlyi. Ő azonban egyetlen egy dologhoz ragaszkodott, hogy a hatalom kontrolljaként a Szent Korona jogainak a védelmében maradjon meg ellensúlyként
az erdélyi fejedelemség. Az ország népe még most is széltében hangoztatja, hogy jobb sorsa volt a hódító félhold uralma alatt. Az meg okmányokkal bizonyítható, hogy az osztrákok évenkénti zsarolásai az ottománoknak fél évszázad alatt teljesített szolgáltatásokat is bőségesen elérik. Bocskainak is, Bethlennek is és Rákóczinak is lett volna lehetősége arra, hogy a Szent Koronát a fejére tegye, de egyikük sem vállalkozott arra, mert tisztában voltak a dolog súlyával, és tisztában voltak azzal, hogy önmagukban, támogatás nélkül a Szent Korona jogait helyreállítani nem képesek. Ezt követően erős germanizációs törekvések voltak a betelepítésekkel, a kettős vámrendszer kiépítésével, a bécsi császári környezet nemességre gyakorolt hatásával. Azonban nagyon érdekes, hogy minél határozottabb volt a germanizációs törekvés, annál határozottabban álltak ellen a Bécsbe élő nemesek is. A nemzeti magyar ruhának felvételén kezdett éledni a patriotizmus, amely annál szebb és csodálatosabb volt, hogy már alig lehetett magyar öltözetben látni valakit. Mindenütt, mint az árvíz, a német öltözet eláradott. Szerencsés fátunk tehát, hogy így hirtelen a magyar ruha és nyelv a maga nemzeténél becsületre kapott. Különben is a ruha és a nyelv formálja a nemzetet különös nemzetté. Tudjuk azt, hogy Széchenyi Ferenc erősen kötődött a szabadkőműves mozgalmakhoz, csatlakozott ahhoz a szellemi irányzathoz, amelyik filantrop, emberbarát célokat tűzött ki, de látva a francia forradalom eseményeit, látva a brutalitást, látva a terrort, gyermekeit már egészen más szellemiségben nevelte. A magyar nemzet vegye ki a főhatalmat a király kezéből, és hazáját szabad és független köztársasággá nyilvánítsa, melyben minden nemzetiség szabadon használja saját nyelvét, éljen saját erkölcsei és szokásai szerint, és élvezzen teljes vallásszabadságot. A reformátorok titkos társaságának kátéjából. Teret hódított a magyar nyelv, a nyelvújítás elindult, a magyaros viselet meghonosodott a költészetben, a klasszikus versformáról, Berzsenyi versformájáról, Vörös Marti áttért a magyaros ritmusoknak az alkalmazására, majd őt követte Petőfi Arany. Minden esetre ők ugyanazt szerették volna, mint amit Európa minden irányból sugall, de más módon, mint ahogy Franciaországban megtörtént. A forradalmi terror volt az, amely az Európa szerte általános szimpátiával fogadott forradalmat Európa szerte rémületessé és sok tekintetben meggyűlölté tette. És ugyanaz a reakciós és forradalmár szemlélet az, amelyik a politikai hatalom birtokában szüntelenül összeesküvéseket kreál, hogy azokat nagy égzengés közepette leleplezhesse. Bibó István, az európai társadalomfejlődés. Ők is azt szerették volna, hogy a jogok teljességébe emeljék az ország minden lakóját, a régnikólákat, a hungaruszokat, akik függetlenül fajtól, vallástól, nemtől részei voltak a rendi nemzetnek. Tehát 1848 nem március 15-én kezdődött, hanem legalább 50 évvel, 60 évvel hamarabb, folyamatos beszélgetésekbe, diszkusziókba, az esélyek mérlegelésével próbálták megtalálni azt a békés, törvényes alkotmányos utat, amelyet aztán 1848-ban képviseltek.
Ha tudom, hogy a rendi gyűlés soha nem mond le jó akaratulag egy jogról, amelyet erőszakkal szerzett és tart fenn, akkor is kötelességem mindent elkövetni, hogy minden embertársamat természetes jogaihoz segítsem. És hiszem, hogy ha így élek, emberbarát leszek annélkül, hogy megszűnnék hazafi lenni. Hajnóci József, alispán. Magyar szabadságharc leverése után abszolutizmus alakult ki Magyarországon, amire a magyar középosztályok passzív rezisztenciával válaszoltak. A meggyengült császárság nem tudta megakadályozni új nagyhatalmak létrejöttét, nem tudták megakadályozni Olaszország egyesülését, Itália egyesülését, csatát veszítettek Solferinónál, nem tudták megakadályozni a kis németettséget Poroszország vezetésével, lásd Königgrätz, tehát be kellett látniuk, hogy a magyarokkal ki kell egyezni. Ugyanezt kellett az egyre szegényebb és társadalmi lehetőségeiből folyamatosan veszítő magyar középosztályoknak is. A cél pedig fenntartása Magyarország alkotmányos fennállásának, jogainak, törvényeinek. Készek leszünk mindenkor törvényszabta úton saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállhatásának biztosságával összhangzásba hozni, és a lajtán túli országok szabadságának és alkotmányos kifejlődésének útjában állani soha nem fogunk. Részlet Deák Ferenc húsvéti cikkéből. Az 1848-as események, az akkor már lassan 1000 éves magyar alkotmány, a Szent Korona eszme gondolatiságán belül zajlottak le. Aki törvénytelenül járt el, az az osztrák császár volt, aki egészen 1867-ig nem volt magyar király. Egészen addig, amíg Deák valami páratlan jogászi zsenialitással össze nem tudta egyeztetni az 1000 éves magyar alkotmányt, a pragmatika szankciót és a kor követelményét úgy, hogy potenciálisan a magyar kibontakozás és a Kárpát-medencei magyar hegemónia lehetősége adott volt. A kiegyezéssel Magyarország a monarchiával visszanyerte nagyhatalmi státusát, ismét visszakerült az európai nagyhatalmak közé. Megmutatta a nemzet az egész világ előtt, hogy 1000 éves fennállása után büszkén tekinthet nem csak politikai vívmányaira, hanem szellemi és anyagi fejlődésére is. S hogy ezáltal méltó helyet foglalhat el a kultúrállamok közt, kérem az isteni gondviselést, hogy kedvelt Magyarországomat ezentúl is bő áldásával kísérje. Ferenc József levele Bánffy Dezső miniszterelnökhöz. A nagyhatalmak ellentétei azonban a 19. század végén eléggé kiéleződtek, mások voltak az ambíciók, más volt a gazdasági fejlődés, más volt a motiváció a terjeszkedésre, a belső berendezkedésre, megoszlottak a vélemények a egyházhoz való viszonyba, a munkásosztályhoz való viszonyba, parasztsághoz való viszonyba. Ez a magyarázata annak, hogy két nagy szövetségi rendszer jött létre, amely 1914-ben egy nagy háborúba kényszerítette Európát, amely klasszikus háborúnak indult, de ideológiai háborúként fejeződött be. Az események előre haladtával egyre inkább a teljes felelősséget Németországra ruházták, majd Németországról áthelyeződött a monarchiára, és azon belül is Magyarországra, holott Tisza István, mint magyar miniszterelnök volt az, aki szinte az utolsó leheletéig ellenezte a háborút, a magyarok szempontjából előnytelennek tartotta, mert a megnyert háború esetén romlik az etnikai arány, hogyha pedig elveszítjük, kockáztatjuk Magyarország sorsát,
mivel a nemzetiségekben is a nacionalizmus volt ebben az időszakban már a vezérlő eszme. Ausztria Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek közötti oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét. A különböző balkáni államok egymás közötti kapcsolatait barátságos tanácskozás útján az állami és nemzetiségi hovatartozás történelmileg kialakult vonalai szerint kell meghatározni. Wilson amerikai elnök 14 pontjából. A Wilsoni 14 pont kihirdetése után központi hatalmak fegyverszünetet kötöttek, bízva abba, hogy valóban a népek önrendelkezési joga alapján társként köthetik meg az első világháborút lezáró szerződést, hasonlóan ahhoz, mint ahogy 1815-ben a bécsi kongresszuson táncoló, pesgőző öreg urak rendkívül bölcsen, méltányosan kezelték a franciák vereségét. Nem így történt. Tudjuk azt, hogy igazságtalan béke jött létre olyan mértékű igazságtalanságokkal, amit a történelem addig nem ismert. A résztvevők is tudták, vagy legalábbis rövid időn belül felismerték azt, hogy gyakorlatilag a második világháborúnak rakták le az alapjait. Tény az, hogy Németország és Ausztria-Magyarország jelentősen meggyengült, Magyarország úgy tűnt, hogy végzetesen megszüntették Európa további legerősebb keresztény államait, az ortodoxia világhatalmát, a cári Oroszországot, a protestantizmus világhatalmát, Németországot, és a második legnagyobb katolikus birodalmat, a monarchiát. A forradalmi és proletarizált Magyarország egyik napról a másikra átalakult nemzeti és keresztény Magyarországgá. Akik még előző nap az internacionálét dúdolták, most könnyek közt fújták a himnuszt. A forradalom után bevallhatóvá, sőt, csak nem kötelezővé lett a vallás és a nacionalizmus. Szerb Antal a közhangulat változásáról. A két háború között eltelt időszak tulajdonképpen a készülődés volt a háborúba. Az események belső logikája szerint a második világháborút elkerülni nem lehetett. Ami utána történt, az a győztesek megismételt diktátuma volt, amelyből azonban a vesztesek jelentős része megerősödve került ki, gondoljunk Németországra, gondoljunk Japánra, de az amerikai hegemónia primátus az angol világbirodalom összeomlása révén és Franciaország végzetes meggyengülése mellett nem volt kérdéses. Az ellenpóluson megjelent a bolsevista világnézet, amelyik az emberek egyenlőségét osztály alapon képzelt el, de az osztályok közötti egyenlőségek szóba se jöhettek. A két izmus, nácizmus, nemzeti szocializmus és a bolsevizmus, szocializmus esetében a módszer ugyancsak nagyon gyakran a terror volt. Elvtársak, elrettendő példa kell. Föl kell akasztani, de úgy, hogy lássák is az emberek, legalább 100 kulákot, pénzes zsákot, ismert vérszopót. El kell kobozni minden terményüket. Úgy járjon el, hogy több száz mérföldnyi körzetben mindent lássanak, tudjanak az emberek, reszkessenek és essenek a gondolkodóba. Vlagyimir Iljics Lenin utasítása a Szovjet Végrehajtó Bizottságnak. Magyarország elszenvedte a történelem sodrását, geográfiai helyzete nem tette lehetővé azt, hogy a háborúból kimaradjon. Ugyanakkor viszont a társadalomban teljes egyetértés alakult ki a revízió mellett. Mindenki érezte a jogtalanságot, mindenki érezte a revízió kényszerét, eszerint beszélt és eszerint viselkedett.
Ez az az időszak, amikor Amerika megpróbálja exportálni a saját szabadság eszményét a világ különböző országaiba, Szovjetunió pedig a kommunista, szocialista eszméket ugyancsak a világ összes területén. A gazdasági versenyben a Szovjetunió megroppant, és háború nélkül feladta addigi expanzióját, addigi térfoglalását. Új korszak kezdődött, amiről Fukuyama úgy gondolta, hogy beköszöntött az örök béke, és a történelemnek vége van. De már egy-két évvel később Huntington leírta az ideológiáknak, a vallásoknak a háborúit, és megszabta azokat a határokat is, azokat a területi, vallási, gondolati egységeket, amelyek a jövőbe egymásnak feszülnek. A feltörekvő korszakban a civilizációk összecsapása jelenti a legnagyobb veszélyt a világ békére. A világ fő vallásai, a nyugati kereszténység, az ortodoxia, a hinduizmus, a buddhizmus, az iszlám, a konfucianizmus, a taoizmus, a judaizmus közös kulcsfontosságú értékeket képviselnek. Ha az emberek valaha is egyetemes civilizációt akarnak kifejleszteni, az fokozatosan fog kialakulni e közös vonások feltárása és kiterjesztése révén. Samuel P. Huntington. Ott tartunk, hogy az euróatlanti országok nagyon sok vonatkozásban megroppantak. Az ideológia feltöredezett, a balliberális eszmerendszer megrendült, nagyon sok esetben kollabált, és helyette nem jött létre egy univerzális rendező elv. Nem jött létre az az európai identitás, ami ennek a kornak megfelelő lehetne. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az ősi kultúrák, Kína, Japán, India és mások, a gazdasági versenyben is lényegesen jobb pozíciót foglalnak el, nincsenek demográfiai problémáik, és nincsen identitásszavar. Nagyon érdekes korszak elé nézünk, mert ezt a játszmát, ezt a világpolitikai átrendeződést nekünk is végig kell csinálni. Köszönöm a figyelmet, legközelebb innen folytatjuk.